Varga Mici István, a karcagi cigány önkormányzat elnöke is itt van rendszeresen, segít a családnak. Most újabb gyűjtést szervezett. Több évvel ezelőtt a Karcag televízió közbenjárásával sikerült ezt a mára már elhasználódott kocsit eljuttatni a családnak. A családot mióta Karcagra érkeztek lakni, mert nagyon messziről érkeztek ide, és azóta próbálom őket támogatni, segíteni. Ha van élelmiszercsomagunk, akkor azzal, karácsonykor, mikor, mivel. De a legnagyobb segítségünk az volt, mikor meghirdettük, hogy elektromos kocsit keresünk a kislánynak, és egy elektromos ágyat. A kocsit az 5 évvel ezelőtt sikerült megtalálnunk, amit lehet is itt látni a háttérben. Ez egy speciális kocsiról beszélgetünk. Nagyon sok elektromos kocsit ajánlottak fel abban az időben, meg netán még a mai napig is, de nekünk nem az a lényege, hogy elektromos része hogyan működik. Az a lényege, hogy a szülő, a kislány tehetetlen, és a szülő által lehessen vezetni. A szülő irányítsa a kocsit előre-hátra, oldalt, féket, gáz, sebességet. Ez egy olyan speciális kocsi, hogy ilyet Magyarországon nem sokat lehet találni, de van, amiből mi is találtunk egyet, amit 6 évvel ezelőtt egy a kislánynak születésnapjára tudtunk megszerezni a televízió segítségével a lakosságok által. Ismételten megkérem a lakosságot, hogyha mód és lehetőség van rá, ugyanilyen kocsit keresünk újra, mert 6 év eltelt, és az állapot olyan állapotba került, hogy már használhatatlan a kocsi. Olyan állapotban van, hogy nem a szülő által elromlott, hanem a kábelek eloxidálódtak, az akkumulátorok lemerültek, a kerekek elkoptak, sorolhatnám még több ilyen problémát, a töltő feladta magát, és a szülő ezt javítani fokozatosan, folyamatosan nem tudja. Mert mihez kifizet egy dolgot, már elromlik a másik. Ezen kívül még kérdettük, hogy egy speciális ágy kellene, mert a kislány hál' Istennek egy külön szobát fog most már kapni, egy steril szobát, ahol szeretnénk elhelyezni egy kis ágyat, ami elektromos. De nem felnőtti ágyra gondolunk, egy kórházi nagy vaságyra, hanem normális kis ágyra, ami befér egy kis szobába, és egy elektromos ágyra, és ahogy említett az anyuka, elindítanánk a fürdőszobai javítást. A lakás nem rendelkezik vízzel, van, csak itt a régi lakóháztól ki van kapcsolva. A vizet szeretnénk visszaköttetni lakosságától, vagy aki tud segíteni, és ezen kívül gyűjtünk fürdőszobai kellékekre. Az legyen fürdőkád, csempe, zuhanyzó, bármit elfogad a család, és akár ezt én rajtam keresztül, vagy az anyukát megkeresve, vagy a mi általunk megadott bankszámla számra is lehet utalni, amit kislány fog fölhasználni. Ez 2 évvel ezelőtt sikernek mondható az elektromos kocsit, amit tudjuk, hogy a kislány enélkül nem tud menni, ez a lába. És ahogy említették itt az anyuka, ez így a 4 fal közé lesz bezárva, de mi azért vagyunk a lakosság, meg az új segítségét is kérjük, hogy a 4 falról ki tudjuk hozni, és ő is hagylásra ezt a csodálatos napvilágot, és az emberekkel hagy ismerkedjen, hiszen a kislány, ahogy említett anyukája, nagyon szereti a közösséget. De így mindenkit beengedni a lakásba nem lehet, de kitoljuk az utcára, mert roma telepről beszélünk, itt mindenki ismer mindenkit, a kislány nagyon szeretne kint lenni. És erre kérném a lakosságot ismételten, és az önkormányzatomon keresztül ismét vásároljunk, vagy szerezzünk egy ilyen kocsit és egy elektromos ágyat, és mint említettem, a fürdőszoba elkészítésében is. Rita édesanyjával beszélgettünk arról, hogy milyen nehezek most a hétköznapok. Mit kell tudni a kislányáról, hogy van most? Elég víg, elég örömteli kislány, nem mondhatjuk, hogy nem, de sajnos nagyon nehéz vele. Hát egyre, hát nem kamasz már, hanem eléggé felnőtt, 26 éves lesz, de hát elég nehéz vele kommunikálni, mert ő olyan, hogy akaratos inkább. De... És a betegségéről mit kell tudni? Hát ő halmozottan mozgássérült. Az annyit jelent, hogy oxigén hiánnyal született, és izomsorvadása lett a kislánynak egy olyan kb. 7 hónapos kora óta. Tehát akkor ő nem is tudott járni sem, gyerekkora óta sem? Nem, ő egyáltalán nem járt. Eleinte próbálgattuk, de gyógytornánál vettük észre azt, hogy a csípője félig ki van fordulva, és akkor fordultunk egy ortopédia szakorvoshoz, és akkor ő ajánlotta ezt a csípőműtétet. De azóta egyáltalán nem mozog.
Csak annyit, hogy a kezét tudja mozgatni, semmi mást. Meg az, hogy beszél. Tehát akkor 0-24-ben ő ágyban fekvő beteg? Igen, igen, teljesen. Teljesen egész nap, minden napok ugyanazok. És egyáltalán hogy tudják megoldani, hogy a lakásból kihozzák? Úgy, hogy segítséget tudok kérni a páromtól, együtt betesszük a tolókocsiba, öltöztetésnél muszáj vagyok egyedül, de így betesszük a tolókocsiba együtt, és akkor ki tudjuk hozni. Úgy tudom, hogy ez egy speciális tolószék, mert igen, hogy ő nem tudja irányítani. Igen, igen, ez egy speciális tolószék, amit kaptunk, és ezt tudjuk így használni, de rövid távon. Tehát nem hosszú távon, mert ugye hosszú távon én se bírok nagyon, hiszen már én is korosodok, de megoldjuk a dolgot, amennyire lehet. Most az elromlott, tehát akkor most tulajdonképpen Rita be van zárva a négy fal közé. Igen, igen, sajnos be. Tehát kívül utcákon nem tudunk végigmenni, mert sajnos a tolókocsia olyan helyzetbe került. Milyen áru egy ilyen tolókocsi? Hát ezt, mikor még 6 évvel ezelőtt megkaptuk, ezt annyit mondtak az üzletbe, hogy ez 1,5 millió forint értékű, amit mi kaptunk. Tehát nagyon vigyáztunk rá. De hát sajnos hiába vigyázunk rá, ha egyszer elöregedik rajta a műszaki, tehát nem tudjuk használni. Ezt ön előbből nem tudják megvalósítani, meg újat sem tudnak vásárolni? Sajnos nem. Hát ebből megélni, ebből az a jövedelemből, ami nekünk van. Hát ez szinte, hogyha valamire ráadóznánk, akkor biztos a megélhetésünk veszélybe kerülne. Tehát így is nehéz megélni, nem még azt, hogy az ilyenre ráadozzunk egy bizonyos összeget. Nagyon nehéz.